Ez a Moszkvatér mai adása, köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Király Tamás, és ez egy külön kiadás lesz, mert hogy a moszkvai terrortámadásról fogunk beszélgetni Stier Gáborral, a moszkvatér.com főszerkesztőjével. Elsőként Vlagyimir Putyin orosz elnök beszédét hallgathatják majd meg itt az Ultrahang csatornáján. Ez néhány órával ezelőtt hangzott el, Longauer András fogja tolmácsolni Putyinnak a beszédét, ezt követően pedig jövünk vissza ide a stúdióba, és Stier Gáborral elemezzük a történteket. Tartsanak velünk! Kedves orosz állampolgárok! A véres, barbár terrorcselekmény kapcsán szólok önökhöz, amelynek áldozatai több tucat békés, ártatlan ember, honfitársaink, köztük gyerekek, tizenévesek és nők voltak. Az orvosok most azoknak az áldozatoknak az életéért küzdenek, akik súlyos állapotban vannak. Biztos vagyok benne, hogy mindent megtesznek, ami lehetséges, sőt, lehetetlen, hogy megmentsék az összes sebesült életét és egészségét. Külön köszönet illeti a mentő és légi mentők, a különleges erők, a tűzoltók, a mentők munkáját, akik mindent megtettek, hogy megmentsék az emberek életét, hogy kihozzák őket a tűzből, a tűz és a füst epicentrumából, hogy elkerüljék a még nagyobb veszteségeket. Nem hagyhatom említés nélkül az egyszerű polgárok segítségét sem, akik a tragédia utáni első percekben nem maradtak közömbösek, és az orvosokkal és a különleges szolgálatok munkatársaival együtt elsősegélyt nyújtottak, kórházakba szállították az áldozatokat. Megadjuk a szükséges segítséget minden családnak, akiknek az életét érintette a szörnyű katasztrófa, a sebesülteknek és a sérülteknek. Mély és őszinte részvétemet fejezem ki mindazoknak, akik elvesztették hozzátartozóikat és szeretteiket. Önökkel együtt gyászul az egész ország, minden népünk. Március 24-ét Nemzeti Gyásznappá nyilvánítom. Moszkvában és a moszkvai régióban, valamint az ország valamennyi régiójában további terrorizmus és merényletellenes intézkedéseket vezettek be. Most az a legfontosabb, hogy megakadályozzuk, hogy a véres mészárlás mögött álló személyek újabb bűncselekményt kövessenek el. Ami a bűncselekmény kivizsgálását és a felderítési művelet eredményeit illeti, jelenleg a következőket mondhatjuk. A terrortámadás mind a négy közvetlen elkövetőjét, mindazokat, akik lövöldöztek és embereket öltek, megtalálták és őrizetbe vették. Megpróbáltak elmenekülni és Ukrajna felé tartottak, ahol az előzetes adatok szerint az ukrán oldalon egérutat készítettek elő számukra az állam határ átlépésére. Összesen 11 embert vettek őrizetbe. Az orosz szövetségi biztonsági szolgálat és más bűnöldöző szervek azon dolgoznak, hogy azonosítsák és leleplezzék a terroristák teljes segítségnyújtó hátterét, azokat, akik biztosították számukra a szállítást, kitervelték a helyszínről való távozás módjait, előkészítették a fegyverekkel és lőszerekkel teli rejtett helyeket. Ismétlem, a nyomozó és bűnöldöző szervek mindent megtesznek a bűncselekmény minden egyes részletének megállapításának érdekében. De már most nyilvánvaló, hogy nem csupán egy gondosan és cinikusan megtervezett terrortámadással állunk szemben, hanem békés és védtelen emberek ellen előkészített és szervezett tömeggyilkossággal. A bűnözők hidegvérrel és céltudatosan gyilkolni akartak, hogy közvetlen közelről lelőjék polgárainkat és gyermekeinket. A nácikhoz hasonlóan, akik egykor a megszállt területeken mészárlásokat követtek el, látványos kivégzést, a megfélemlítés véres aktusát tervezték. Ennek a bűncselekménynek minden elkövetője és szervezője és megrendelője igazságosan és elkerülhetetlenül bűnhődni fog. Bárkik is legyenek, bárki is irányította őket. Ismétlem, mindenkit megtalálunk és meg fogunk büntetni, aki a terroristák mögött állt, aki előkészítette ezt az atrocitást, ezt az Oroszország és a népünk elleni csapást. Tudjuk, hogy mi a terrorizmus veszélye. Számítunk az együttműködésre minden olyan állammal, amely őszintén osztozik fájdalmunkban és kész arra, hogy valóban egyesítse erőit a közös ellenség a nemzetközi terrorizmus elleni harcban, annak minden megnyilvánulásával szemben. A terroristák, a gyilkosok és nemzetiség nélküli és államhoz nem köthetők, nem emberek. Csak egy sors várhat rájuk, a megtorlás és a pusztulás. Nincs jövőjük, közös kötelességünk most, harcostársaink a fronton, az ország minden polgára összefogjon. Hiszem, hogy így lesz, mert senki és semmi nem tudja megrendíteni az összetartásunkat és akaratunkat, elszántságunkat és bátorságunkat, Oroszország egységes népének erejét. Senki sem lesz képes elvetni a viszály, a pánik, a széthúzás mérgező magvait, ami sok nemzetiségű társadalmunkban. Oroszország többször átment a legnehezebb, néha elviselhetetlen megpróbáltatásokon, de még erősebb lett. Így lesz ez most is. a stúdióban pedig Stier Gábor, a moszkvatér.com főszerkesztője. Szervusz Gábor, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Szervusz, és üdvözlöm a kedves nézőket. Sajnálatos esemény miatt jöttünk ma összebeszélgetni. Oroszországban, Moszkvában, Moszkva külvárosában támadás történt, terrortámadás. A halottak pontos számát egyre nehezebb megbecsülni. 115, most már 145-öt is mondanak. Szóval folyamatosan nő a halottak száma. Egy olyan mondattal kezdenék, ami talán egy normális világban abszolút elfogadott lenne, ez pedig az, hogy őszinte részvétünket szeretnénk kifejezni az áldozatoknak, az áldozatok családtagjainak, és azért mondom, hogy egy normális világban, mert látom, hogy azért most nem általános az, hogy Oroszországnak illik részvétet nyilvánítani, de hát azért rögtön így az elején kijelenthetjük, hogy itt ártatlan emberekről van szó. Pontosan, és én is szeretném részvétemet nyilvánítani az áldozatok hozzátartozóinak és egész Oroszországnak, hiszen itt azért Oroszország elleni támadásról van szó, amelyben ártatlanok, ártatlan civilek haltak meg, tehát olyan civilek, akármelyikünk lehetne a helyükben. És ez elfogadhatatlan, hiszen háború ide vagy oda, tehát a civilek, az orosz állampolgárok nem tehetnek arról, hogy mi zajlik a szomszédországban. Mindenki azt találgatja, hogy kik lehettek az elkövetők, és most már erről legalábbis a hivatalos verzióban többet tudunk. Egyrészt arra kérnének, hogy foglalj nekünk össze, hogy most mi az, amit erről az ügyről kommunikál Oroszország, mit lehet tudni, illetve, ami talán szintén sokakat foglalkoztat, hogy van-e összefüggés a mostani terrortámadás és az orosz-ukrán háború között? Így van. Kezdjük azzal, hogy mi is történt röviden. Péntek este orosz idő szerint 8 óra tájban furcsa dolgokra lettek figyelmesek a Moszkva melletti Podmoszkovjé, tehát Krasznogorszkban lévő plázában, hiszen 4 fegyveres ment be egy bejáraton, és rögtön kiiktatta előtte a biztonsági embereket, majd ott vadul lövöldözni kezdett, hogy sorba álltak emberek, hogy bejussanak a koncertterembe, lövöldözni kezdtek, majd bementek a koncertterembe, és a színpad felől válogatás nélkül, mindenféle felszólítás nélkül lőttek mindenkire, és ez a koncertterem, meg maga ez a pláza, ez egy óriási pláza, maga a koncertteremben a Picnic nevű zenekar koncertje kezdődött volna egy 10 perc múlva nagyjából, és a magára erre a koncertre minden jegy elkelt, tehát 6200 férőhelyes maga a koncertterem, és a terem abban a pillanatban, amikor behatoltak a terroristák, akkor hát egy ilyen félig, háromnegyedig volt tele, nagyon menekültek, és ők nem is csak lövöldöztek, hanem utána gyújtógránátot dobtak, tehát utána ki is gyulladt a terem, és hát sokan a golyóktól, tehát a golyó által haltak meg, vagy pedig vagy füstmérgezésben, tehát a tűzben. Köztük sok a gyerek. Az legutolsó verzió szerint én 2 számot olvastam, az egyik az, hogy 115 halott, de Margarita Szimonyán már 145 halottról is írt. Körülbelül 100 fölött van a kórházban lévő sérültek száma, közülük nagyjából 60-an kritikus állapotban vannak, tehát feltehetően a halálos áldozatok száma még növekedni fog. Amennyiben ezt a 145-ös számot vesszük már alapul, akkor ez a terrorcselekmény, ennek a terrorcselekménynek akkor már több áldozata van, mint a Dubrovka, a Nord-Ost híres színház, az is színházteremben történt merényletnek. Pont 20 éve volt egyébként. Így van, 2004-ben. Szeptember 1-én, igen. Továbbra is még egy kicsit rugóznék így az elkövetőkön, mert ugye az iszlám állam magára vállalta ezt a támadást, aztán közben meg mindenki találgatja, hogy tényleg az iszlám állam volt-e, hiszen az sem példanélküli a történelemben, hogy az iszlám állam meg más terrorszervezetek olyan dolgokat is magukra vállaltak, amihez egyébként semmi közük nem volt. Így van, tehát Amit tudunk még, azért azt mondjuk el, hogy a Renault gépkocsin a plázához érkező terroristák ugyanezen a gépkocsin menekültek el, és valahol a Brjanszk környékén, a Brjanszki területen az ukrán, illetve belarusz határ közelében fogták el őket, mind a négy elkövetőt, és ők tádzsik nemzetiségűek. Azóta már Margarita Szimonyán, az előbb említett, az RT-nek a vezetője, az igazgatója, ő kitette azt a kihallgatást, amit az egyik elkövetőt kihallgatták. Ő elmondta, hogy 500 000 rubelért csinálta azt, amit csinált, tehát gyilkolt, lövöldözött emberekre, és hogy Telegram csatornán keresték őt meg, és már többieket is, és a Telegram csatornán egy iszlamista szónok nevében keresték meg, és a szónok segítője adta át az összeg felét, meg aztán a fegyvereket is. Tehát nagyon furcsa ez a történet, és akkor kezdjük el, hogy milyen verziók vannak. Tehát az első, amit meg kell vizsgálni, ez az iszlám állam, és egészen pontosan az iszlám államnak az afganisztáni ága, ez a Horaszán, és az iszlám állam magára vállalta a terrorakciót. Ez önmagában még nem jelent semmit. Ahogy mondtad, az iszlám állam lényegében mindent magára vállal, amit úgy gondol, tehát ez még önmagában nem bizonyíték. Mi szól amellett, hogy esetleg az iszlám állam lehetett mégis? Mi motiválhatta? Számomra a legnagyobb kérdés ennek kapcsán az, hogy miért tette volna. Jó, tudjuk, hogy az iszlám állam sokszor mindenféle ok nélkül cselekszik, de hát azért mégiscsak vannak logikusan bemutatható hátterei ennek a dolognak, például az Európában elkövetett események, Charlie Hebdo, stb. Tehát azt tudjuk, hogy kiket tart ellenségének. Ellenségének tartja-e adott esetben Oroszországot. Hát, vagy amit ugye lehetett szintén hallani, hogy az Oroszországban élő zsidó közösség ellen, egy zsinagóga ellen például terveztek merényletet, és ez most mondjuk akár még logikus is lehetne, bár ugye azért érdekes, mert például ha itt nagyobb távlatban nézzük, és az Izrael-Hamász konfliktust nézzük, akkor ott például Oroszország hát finoman szólva is inkább a Hamász oldalán áll, mint Izrael oldalán. Jó, hogy mondod, mert egyébként akik az iszlám államot, ezt a verziót, mint elkövetőt, ezt erősítik, azok többek közt azért azt is mondják indokként, hogy lehetett az mögötte, hogy Oroszország jó kapcsolatokat ápol Izraellel. Igen, Oroszország jó kapcsolatokat ápol Izraellel, de a palesztinokkal is, és ebben a konfliktusban éppen nagyon sokszor az a vád éri a gázai konfliktusban Oroszországot, hogy inkább a palesztin oldal felé húz. Tehát én ezt az érvet kihúznám, tehát én nem tartom érvényesnek. Az viszont motiválhatja az iszlám államot, hogy Oroszország 2015 óta bekapcsolódott a szíriai háborúba, és akkor az iszlám állam nagyjából a Szíria és Irak területének 40%-át uralta, és Oroszország belépésével megfordult a trend. Az iszlám állam által uralt területek 95%-át elvesztették azóta, tehát ez éppenséggel lehet motiváció. Ugyanakkor nem értem az időzítést, hogy miért most, hiszen Oroszország azért most finoman szólva egy jó ideje, 2 éve nem Szíriára fókuszál, hanem Ukrajnára. És akkor, amikor arról beszélünk egy harmadikokként, tehát ugye, akik ezt a verziót erősítik, azt említik, hogy az iszlám állam az utóbbi időben többször bírálta Vlagyimir Putyint és rendszerét, hogy az iszlám háttérbe szorítása miatt. Na most ezt megint csak nem tartom elfogadható érvnek, hiszen Vlagyimir Putyin a világ egyik legnagyobb mecsetjét adta át. Oroszországban vallási ellentétek, szembenállás nincsen. De, és ha már ezt vesszük, akkor például a csecsen vezető, Ramzan Kadirov például kimondottan jó kapcsolatokat ápol Vlagyimir Putyinnal, illetőleg a Moszkvával, az orosz rendszerrel, tehát ez a régi szembenállás sem élő jelen pillanatban. Tehát én úgy gondolom, hogy éppenséggel lehetne indokot találni arra, hogy az iszlám állam miért követne el ilyen terrorakciót, ugyanakkor én nem látok elég érvet emellett. Tehát az egyik egyértelműen az, hogy az iszlám állam, de számomra ez egy kicsit gyenge, mint elkövető lenne, és fölmerülhet az, tehát iszlám szár mindenképpen van. Ugye tadzsikokról beszélünk, és ugye egy iszlamista hitszónok szólította meg őket a Telegram csatornán, de én úgy gondolom, hogy sokkal inkább valószínű az, hogy esetleg akik a dolgok mögött állnak, a terrorakció mögött állnak, azok megpróbálták egyrészt a beszervezéskor használni az iszlámot, a radikális iszlámot, és másrészt pedig ráterelni a figyelmet mondjuk tényleg az iszlám államra, és az várható volt, hogy jó eséllyel egy ilyen történetnél magára fogja vállalni az egészet. Az is az iszlám állam mellett szól, ugyanakkor már aki elfogadja ezt érvként, hogy az Egyesült Államok megerősítette, hogy az iszlám állam állhat a történtek mögött. Tehát az ő információik szerint egyértelműen az iszlám állam van. És ha már az Egyesült Államok szóba jött, akkor ne felejtsük el azt sem elmondani, hogy március elején az amerikai nagykövetség, illetve az Egyesült Államok külügyminisztérium már figyelmeztette az Oroszországban lévő amerikai állampolgárokat, hogy olyan helyre, nagy tömegrendezvényekre, koncertekre ne menjenek, mert március 8-án például a nagykövetség közleménye azt közölte, hogy 48 órán belül nagyobb terrorakció várható. Hát akkor nem következett be ilyen, de valamit az amerikaiak tudhattak, és ezt meg is erősítették az oroszok is, hogy megosztották az információt az orosz féllel, hogy valami készülhet Oroszországban. A másik verzió, ugye fölmerült az ukránok rögtön bejelentkeztek, hogy ez belső munka volt, és Oroszország önmaga ellen hajtott végre ilyen akciót, magyarán az orosz titkosszolgálatok szervezték, és ezt nagyon sokan azonnal el is fogadják. Ezt teljesen kizárod? Semmit nem zárok ki teljesen, hiszen ebben az helyzetben, amiben most Oroszország van, meg minden résztvevőtől el tudom képzelni azt a cinizmust, hogy beáldoznak embereket. Akik ezt a verziót erősítik, rögtön utalnak a csecsen háború kirobbanása előtti ugye moszkvai házrobbantásokra, amelyet szintén az orosz titkosszolgálatok nyakába varnak nagyon sokan. Én azoknál sem zárom ki, hogy az orosz titkosszolgálat volt, ugyanakkor nem látom bizonyítva sem egyértelműen. Tehát az ukrán verzió szerint Oroszország azért hajtotta végre önmaga ellen ezt a terrorakciót, tehát az orosz szolgálatok szervezték meg, hogy Vlagyimir Putyin ezután eszkalálhassa a háborút, mozgósíthasson. Bocsán, de ha Putyin eszkalálni akar, akkor nincs rá szüksége, hogy ő megoldja anélkül is, hogy a saját népét. Pontosan, hát ezért mondtam, hogy nincs ilyenre szüksége. Szóval semmi nem zárható ki, tehát ez a verzió sem zárható ki, ugyanakkor azonnal elfogadni, mint ahogy tették ezt jó néhányan elemzők is, hogy egészen biztos Oroszország, mert Oroszország képes ilyen akciókra, Oroszország már tett ilyet, stb. Stb. Hát én úgy gondolom, hogy nem igazán logikus. Tehát Oroszországnak ahhoz, hogy eszkalálja a háborút, ilyen ürügyekre nincsen szüksége. Egyébként pedig nem látom azt észszerűnek, hogy Oroszország önmaga bizonyítsa be azt, hogy nem tudja megvédeni az állampolgárait. Hogy nem mert ugye ez is fölmerül, hogy hol voltak az orosz titkosszolgálatok, miért nem tudtak erről. Erről majd a következő verzióban beszélek, hogy mi nem fölmenteni akarom, csak mi lehetett az, ami miatt erről keveset tudtak. Szóval van az ukrán verzió. És az egyik népszerű portálunk már rögtön olyan címet is közölt, hogy nem sokat kellett várni, hogy az oroszok Ukrajnára mutogassanak. Hát én meg úgy gondolom, hogy ebben a háborús helyzetben azok után, hogy Ukrajna több diverzáns akciót, merényletet elkövetett, és ezt tudjuk is, hogy az ukránok álltak mögötte, elkövetett orosz területen, azt a verziót sem szabad kizárni, hogy emögött az aszimmetrikus akciókat végrehajtó ukrán titkosszolgálat, a GRU-HRU állhat. Ukrajna ezt természetesen tagadja, de akkor mondom azt, hogy mi szólhat emellett, illetőleg mi szól ellene. Amikor arra utaltam, hogy ilyen már volt az elmúlt 2 évben, amiket elkövettek, például a Tatarszki, egy katonai tudósító, Dugina, tehát Dugin lánya elleni merénylet, tehát akkor a Kercsi híd, amellett most legutóbb a választások idején, mikor egy 64 éves idős asszony egy petárdát robbantott és lerobbantotta a WC-ben a saját kezét. Tehát emögött is tudjuk, bebizonyosodott, hogy az ukrán titkosszolgálat állt, meg azok mögött, az akciók mögött is, amikor az orosz hadkiegészítő parancsnokságok épületeit gyújtották föl. Tehát itt a módszer a lényeges, tehát az ukránok ezeknél az eseteknél, tehát főleg itt az utóbbi 2-nél, amit említettem, labilis, könnyen rászedhető embereket hívtak föl telefonon, és telefonon szervezték úgymond meg ezeket az akciókat. Hát itt is valami a Telegram csatornákon, hogy ki, hogy kommentel, ki mit mond ilyenek. Így van. És ez most függetlenül az ukránoktól, hanem akár terrorszervezetek bárkik, de rárepülnek ezekre az emberekre. Abszolút, erről beszélek, és erre akartam rátérni, hogy itt adott esetben megint csak a módszer hasonlít, hogy Telegram csatornán feltétlenül figyelték, lehetett valami, vagy követtek az illetők, az elkövetők valamiféle iszlamista csatornát, hitszónokot, és akkor itt erre rárepülnek. De megint tényleg a módszer az, hogy azt se tudja, hogy ki. Valakinek a nevében fölszólítanak valakit, hogy nincs kedved 500 000 rubelért, tehát nagyjából 2 millió forintért. Meghalni. Azt majd utána, először is lövöldözni és megölni egy csomó embert. Szóval nagyon jól kiválasztják azokat a labilis, hogy finoman fogalmazzak, nem túl magas IQ-jú, és valami által, hogy mondjam, terhelt, itt lehet ez az iszlám hit, vagy a radikalizmus, sok minden lehet. Tehát olyan embereket választanak ki, akik ilyenekre rászedhetők. Azért ugye elfogadhatjuk, hogy nem normális dolog az, tehát hogyha az emberek nagy részét így fölhívják Telegram csatornán, vagy bármi, hogy az, na akkor öljél 2 millió forintért. Hát igen. Tehát ehhez olyan alapanyag kell, tehát és látjuk, hogy ezeket a felvételeket, az elkövetőket, hogy hát persze mindenféle sértés nélkül, bár azt hiszem, aki ilyen gyilkosok, azokkal szemben nem kell azért finoman fogalmazni. Szóval ránézésre sem az IQ-jukról híresek. Tehát nagyon könnyen rászedhetők sok mindenre. Az elmondásuk szerint 10 nappal a mostani akció végrehajtása előtt szervezték be őket, és mondom, egy megbízott, egy közvetítő adta át ezeket a pénzt. Csak azért érdekes ez, mert amire az amerikaiak figyelmeztettek, mert ugye ha 10 nappal előtt, akkor az március 12, az amerikaiak pedig már március 7-én adtak ki figyelmeztetést, tehát a kettő történet akkor nem ugyanaz. Nem ugyanaz, valamit tudhattak mondani, ne zárjuk ki, tehát hogy valami készül, de ez mintha nem az lenne. Maga az FSB mondta, hogy egy másik támadást pont valami zsinagóga ellen meghiúsítottak. Így van. Szóval visszatérve erre a sztorira, azért ami az iszlám állam ellen szól megint, az az, hogy és esetleg az ukrán vonal mellett. Tehát az iszlám állam egy ilyen esetben a terroristák nem menekülnek el. Öngyilkos hanem ezek öngyilkos terroristák általában, tehát addig lövöldöztek volna. Bár azért Nizzában is menekültek, amennyire emlékszem, meg több helyütt azért volt ilyen. Igen, az éles helyzetben elgyengülhetnek, tehát én azt elfogadom. De az volt, hogy egy robbanó mellénnyel oda mentek, és felrobbantották magukat. Így van, és itt adott esetben az lett volna akkor a logikus, hogy még tovább lövöldöznek, és én úgy gondolom, hogy amennyiben az ukrán szál áll mögötte, akkor egyrészt itt van, hogy mi a gyenge pont itt az iszlám radikalizmus, de akár ilyet is mondhattak, hogy az oroszok titeket úgyis lenéznek, utálnak, ti vendégmunkások vagytok, alsóbrendűek, tehát lehet sok mindennel appellálni egy ilyen tádzsik vendégmunkásra, a lelki világára, és hogy hogyan húzzák be a csőbe őket, és én úgy gondolom, hogy az sem a magas IQ-ról tesz tanúbizonyságot, hogy azzal az autóval, amelyiken megérkeznek a plázához, Krasznogorszkba, ugyanazzal kezdenek el menekülni Ukrajna felé. Tehát egyáltalán nem kizárt az, hogy az volt a terv. Tehát azt mondták nekik, hogy egyébként meg, hogyha jöttök a határ felé, ott mi majd biztosítjuk a határ átlépést, tehát ott biztonságban lesztek. Nem kellett túl bonyolult sztorikat előadni, mert feltehetően ez a 4 ember, tehát a legfiatalabb közülük 21 éves, tehát nagyon fiatal, a legidősebb 50-51, tehát nem sokat kérdeztek, hogy finom legyek. De az hogy így szervezték be őket, ez egyébként az ukrán titkosszolgálat, a GRU-nak a módszereire val. Tehát ez szól emellett. Ellene szól az igazából, hogy az ukránok sok mindent csináltak, de azért ez már túl durva. Hogy esetleg, hát ez már 145 halott, vagy több mint 100 halott, ez túl durvának tűnik. Ugyanakkor én azt mondom, hogy egyáltalán nem lehet kizárni ezt a verziót. Sőt, ha logikai úton közelítünk a különböző verziókhoz, akkor ez véleményem szerint az egyik leginkább valószínű. Még akkor is, ha az iszlám állam magára vállalta, Ukrajna meg eltolta magától. Még akkor is. Az a gyanús, aki nem gyanús. Így van, tehát én ezt a két dolgot, ezt nem tartom perdöntőnek, hogy már az iszlám állam mindent magára vállal szinte, az ukránok meg elhárítják jogosan, meg teljesen logikusan maguktól ezt a dolgot. De az miért ne lenne logikus, hogy az orosz társadat, ugye mi a célja jelen pillanatban Ukrajnának? A fronton nem tud igazán komoly eredményeket felmutatni. A cél maximum az lehet, hogy a jelenlegi frontvonalakat tartani tudja. Ebben a helyzetben Ukrajna diverzáns akciókat, aszimmetrikus hadműveleteket hajt végre. Tehát az orosz társadalmat akarja egyrészről gyengíteni, a bizonytalanságot sokkal inkább elmélyíteni az oroszokban. Én úgy gondolom, hogy egy ilyen akció pont az ellenkező hatást váltja ki, de a cél ettől még lehet az, és másik, még az is lehet, hogy Oroszország egy ilyen akcióra, amennyiben az oroszok előtt bebizonyosodik, az orosz szervek előtt, hogy ez itt ukrán szál van a történetben, akkor elég komoly válaszra számíthat Ukrajna, és egy ilyen válasszal, egy ilyen komoly válasszal Ukrajna felhívhatja a nyugat figyelmét, hogy arra, hogy segítsetek, mert Oroszország lámlám milyen támadásokat hajt végre Ukrajna ellen. Tehát én a három verzióból, amit alapvetően fölvetül és elhangzott a médiában is, én azt tudom mondani, hogy egyiket sem zárom ki. Ugyanakkor a háború miatt, és itt utalok akkor az egyik kérdésedre, hogy összefügghet-e ez a dolog a háborúval, szerintem logikusan adja magát, hogy akár összefüggjön a háborúval, viszont ha összefügg, akkor a legvalószínűbb, hogy mégiscsak valamiféle ukrán szál van ebben a történetben. A beszélgetésünk előtt ugye ígértem a hallgatóknak, hogy elemezni is fogjuk azt a Putyin beszédet, ami már a műsorunk elején elhangzott. Most akkor ebből idéznék, ugye itt pont amikor elkezdtük a felvételt, akkor érkezett meg a Putyin beszéd, amelynek az elején ugye gyakorlatilag összefoglalja, hogy kik az áldozatok, illetve hogy milyen segítségeket nyújtanak nekik. Ami érdekes, hogy ugye Putyin is azt mondja, hogy Ukrajna egérutat biztosított volna a terroristáknak, ha odáig elértek volna, de nem értek el. Ugye ebből a Putyin beszédből azért azt látjuk, hogy nem üzent hadat senkinek, nem beszélt világháborúról, inkább a nemzethez szólt. Te hogy értékeled a Putyin beszédet? Hát mindenekelőtt a nemzethez szólt, és a nemzet egységére hívott föl, tehát az a fő üzenete ennek a beszédnek véleményem szerint az, hogy az orosz társadalmat, az orosz társadalom egységét ilyen akciókkal nem lehet megbontani. Oroszország egységes, Oroszország tudja, ismeri a terrorizmust, és elutasítja azt, és a korábbi terrorista akciókkal sem lehetett az orosz társadalomnak az egységét megbillenteni, és ezzel sem fog sikerülni. És hogy amit üzen, hogy a háború kapcsán is, és az ilyen akciók kapcsán is össze kell fognia az orosz népnek, hiszen ez Oroszország elleni támadása, ahogy ő fogalmazott. Ez egy szelíd beszéd, vagy hát inkább egy megrendült beszéd. Ez egy megrendült beszéd, ez egy olyan beszéd, ami ebben a helyzetben nagyjából elhangozhat. Tehát itt a megrendültség, a nyugalomra intés és a társadalmi egységre felszólítás van a középpontban, és szóval nem hisztérizál, nem mutogat senkire, legfeljebb utal azzal, hogy azt látjuk, hogy Ukrajna felé menekültek, de itt hozzátenném azt, hogy amennyiben az előbb említett ukrán szál van, akkor feltehetően az ukránok arra játszottak, hogy ne maradjon tanú. Tehát igazából, ahogy ez elő volt készítve... Hát de maga a gyilkos, ha elkapják, ezzel nem számoltak, hogy ha elkapják az elkövetőt, az maga a tanú. Hát én pont erre utalok, hogy inkább arra számíthattak, hogy lelövik őket. Tehát tűzharcban lelövik őket. Nem ez következett be, elfogták őket, tehát ez már hiba ebben a történetben, hogyha ezt a szálat nézzük, vagy ezt a verziót erősítjük. Egyébként pedig az, hogy nem volt ez túlszervezve, ez az akció. Az oroszok azt mondják, hogy nagyon hosszú előkészítés után hajtották végre, de én több hibát is látok. Tehát itt olyan történt, hogy például 4 terrorista egy bejáraton megy be. Tehát én egy igazán jól előkészített akciónál azt mondom, hogy különböző bejáratokon megy be, különböző bejáratokat zárnak le. Itt, hogy úgy fogalmazzak, hogy eléggé gagyi módon végrehajtott akció volt, itt most nem az hány halott van, meg erre gondolok, de valójában itt nem kellett hozzá sok minden. Tehát oda kellett adni a fegyvert, arra kellett ügyelni, hogy közben ne gyengüljenek el, tehát az akció kezdetéig kitartsanak, és kész. Onnantól meg lesz, ami lesz. Egyébként ha ez így történt, és ilyen előkészítés zajlott, akkor ez megnehezíthette az orosz titkosszolgálatok dolgát is, hiszen nem volt nagyon mind lebukni. Tehát nem volt nagy előkészítés, és inkább a spontaneitásra a terroristáknak, vagy a terrorista akcióra kiszemelteknek hogy fogalmazzak, tehát egyszerűségére appelláltak. Ugye azt mondja Putyin ebben a beszédben, hogy a bűnözők hidegvérrel és céltudatosan gyilkolni akartak, hogy közvetlen közelről lelőjék polgárainkat és gyermekeinket, a nácikhoz hasonlóan, akik egykor a megszállt területeken mészárlásokat követtek el, látványos kivégzést, a megfélemlítés véres aktusát tervezték. Amikor a nácikra utal, akkor Ukrajnára utal? Nem csak. Vagy a nyugatra, meg a... Nem. Oroszországban, tehát a náci szó, tehát a második világháború felemlegetése, ez jól bevált módszer, mert egyébként szóval ez mindenki számára ugyanazt jelenti. Az embertelen, az orosz nép ellen elkövetett embertelenséget, és erre appellálni adott esetben is, tehát az esetnek a mienségét mutatja, illetőleg írja le. Egyébként pedig egyértelmű, tehát a cél az volt, a megfélemlítés volt. És ilyen értelemben akár össze lehet hozni, és hogy amennyi az utóbbi időben, amilyen erős volt a orosz narratívában, retorikában a nácizás Ukrajnával kapcsolatban, ez burkoltan utalhat, igen, akár Ukrajnára is. Magára a nyugatra én nem gondolom, hogy ez arra utalna. Csak azért, mert a Putyinék nem, vagy hát Oroszországban pont egy kicsit ez a nyugat elleni harc, hogy hagyták, hogy a Németország meg a Hitler odáig fajuljon, szóval, hogy időnként ugye emiatt mondtam, igen, ez így. Hogy a náci szót azért más jelent, mint itthon, meg sok más dolog van. Azt is mondja egyébként, hogy ennek a bűncselekménynek minden elkövetője, szervezője és megrendelője igazságosan és elkerülhetetlenül bűnhődni fog, bárkik is legyenek, bárki is irányította őket. Szóval ebből akár arra is következtethetünk, hogy más rendelte meg, tehát lehet, hogy nem az iszlám államra gondol, vagy kérdés, hogy mire gondol itt a szerző. Hát igen. Hát egyrészt ő sem tudhatja még biztosan, hogy kik állnak mögötte. Tehát nem mond semmi egyik verziót sem. Tehát az jelen pillanatban még ez nem mondható ki, hogy ki van mögötte. De az, hogy valaki áll a négy tajik elkövető mögött, az egyértelmű. Tehát állhat az iszlám állam, állhat ugye egyes verziók szerint az orosz állam, míg a harmadik verzió szerint az ukrán állam. Tehát én azt egyértelműsítem, hogy valakik állnak mögötte, tehát még hogyha az iszlám államról van szó, akkor sem, tehát nem úgy tűnik, hogy ezek az elkövetők, ezek az iszlám állam tagjai lennének, hanem eléggé egyszerű módon beszervezett, úgymond, hát így vagy úgy föláldozott emberek. Mert akármelyik verzió van, azért az lehetett az egyik elképzelés, hogy ezeket úgyis meg fogják ölni, míg hogy nem az következett be, és nem ölték meg őket, így viszont más módon, tehát így más módon áldozzák föl őket, hiszen nagyon-nagyon hosszú börtönbüntetésre számíthatnak. Tehát az ő személyük lényegtelen szerintem. Abban a tekintetben számít, hogy miért őket találták meg, hogyan találták meg, és hogy miért ilyen típusú embereket találtak alkalmasnak egy ilyen akció elkövetésére, végrehajtására. És akkor végezetül egy utolsó kérdés, hogy Dmitri Peszkov még a támadást megelőzően mondta azt, hogy ez már nem különleges katonai művelet, hanem háború. Nyilván ettől majd, hogy nem akkor még függetlenül, inkább a nyugati mozgásokra utalva. Tehát egyértelműen a nyugati mozgásokra. Hát igen, mert hogy nem volt még meg ez a támadás. Számítasz-e te most Oroszország részéről megtorló hadműveletre, a jelenlegi háborúnak a kiterjesztésére, mozgósításra, ugye közben elnökválasztás is volt, változhat-e mindezek fényében, hogy egyrészt nyugati fenyegetettség, másrészt most már a moszkvai állampolgárokat érő terrortámadás, tehát mi lesz ezután? Pontosítsuk, hogy miért és hogyan nevezte háborúnak a Dmitri Peszkov elnöki szóvivő a történteket, úgy fogalmazott, hogy különleges katonai műveletként indult, ám miután a nyugat így bekapcsolódott a háborúba, ez már háború. És itt egyértelműen a nyugat ellen vívott háborúról beszél. Tehát a különleges katonai műveletet fönntartja, csak hát a nyugat háborúvá terjesztette ki. Hogy mi lesz? Azért ne feledkezzünk el arról, hogy a szerencsétlen és tényleg sajnálatos terrorakció előtti napon, éjszakán az utóbbi idők legnagyobb rakéta támadását, csapását hajtotta végre Oroszország Ukrajna ellen. Szinte az egész országot érintő csapás volt, a Dnyeperi vízerőművet érintő csapás volt, amelyben nagyjából 150 drón, illetőleg rakéta csapódott be, vagy rakétát lőttek ki, illetve drónt lőttek ki ukrán célpontokra, és ezeknek a nagyjából harmada be is talált. Tehát cél talált. Itt a kinzsálokat, iszkandereket nem tudták lelőni, tehát nagyrészt inkább csak a drónokat lőtték le. Tehát itt már láthattuk, hogy volt egy nagyszabású, nagy csapás Ukrajnára. Hogy ez összefüggésben lehet azzal, hogy egyébként pont a csapás időpontjában, vagy azzal egyidejűleg vezető NATO katona Rob Bauer személyében egy konferencián vett részt Ukrajnában, Kijevben. Tehát a NATO azért vezető személyiségével még nem képviseltette magát személyesen Ukrajnában, de lehet ez a csapás válasz arra is, hogy a választások környékén orosz határmenti területeket, az utóbbi időben egyre több orosz olajfinomító elleni ukrán támadásokat hajtottak végre. Tehát sok mindenre lehet ez válasz, és hogy valamiféle válaszcsapásra számíthat Ukrajna, főképp akkor, hogyha fölerősödik az orosz narratívában az, hogy itt ukránok állnak a terrorakció mögött, akkor egyértelmű, hogy lesz válaszcsapás. Egyébként pedig minden nélkül az várható, hogy az ukrán hadsereg jelenlegi kiszolgáltatott, lőszerhiányos, elfáradt helyzetében az oroszok fölerősítik a támadásaikat, és ezt az időablakot megpróbálják kihasználni arra, hogy minél nagyobb sikereket érjenek el a fronton. Hiszen én úgy gondolom, hogy 2025-re, amennyiben ez a háború akkor még tart, én szerintem tart, a nyugati hadipar jobban fölpörög, a választások után lesz az Egyesült Államok is, tehát akkor, amennyiben ez a háború tart, 2025-ben Ukrajna több lőszert és fegyvert kaphat a nyugattól, mint 2024 folyamán. Tehát most amikor már lehetővé válnak, tehát a terepviszonyok miatt lehetővé válnak az intenzívebb hadműveletek, akkor így a nyár folyamán, vagy a tavasz végétől a nyár folyamán én úgy gondolom, hogy valamiféle nagyobb orosz támadás, vagy orosz lökések elképzelhetőek, sőt várhatóak. Áttörésre azért nem számítok, mert ahhoz véleményem szerint mozgósítás kellene, tehát jóval több orosz katona is. Tehát inkább intenzívebbé válik a jelenlegi felőrlő, kifárasztó hadművelet, meg stratégia. Stier Gábor, köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk. Köszönöm szépen a figyelmet. A kedves hallgatóinknak is köszönjük a figyelmet, javasolom, hogy tartsanak velünk a továbbiakban is, hiszen folyamatosan követjük a fejleményeket itt az Ultrahang csatornáján. Viszontlátásra, viszonthallásra!